Az eddig főként színészként ismert Greta Girlvig, második rendezésével egyből belopta magát mindenki szívébe, és én is kíváncsian vártam, hogy mitől annyira jó Lady Bird. Bádom a Coming of Age filmeket, úgyhogy nagyon reméltem, hogy ismét valami fantasztikusban lesz részem. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy teljes mértékben összejött. A címszereplő szereplő végző Sacramento egyik vallási középiskolájában, és nagyon unja a várost, így minél távolabb akar kerülni tőle. Az utolsó évben azonban sok dolog történik, családi problémák, nagy szerelmek, az első szex, az első cigi. Biztos, hogy Lady Bird kész kirepülni? A brilliás nyitóját már megadja az alaphangulatot, és felkészít arra, hogy mire is lehet számítani. Lady igazi lázadó tini, aki a saját magáltal kreált nevet használja, magabiztos és szereti, ha a figyelem középpontjában van. Persze, a látszólag önbizalomtól dúzadó felszín alatt sokkal összetettebb a leányzó személyisége. Egy igazi útkeresésnek vagyunk tanúi, amelyben a fiatal hölgyemény próbálja megtalálni a helyét, felmérni, hogy kik a barátai, kire lehet számítani, és kiért kell, illetve kiért érdemes áldozatot hozni. Teljesen hétköznapi a helyzete, szerényen él a családjával, kínos helyzetekbe keveri magát, felfedezi a testét, és próbál élvezni az életet. Ami kifejezetten érdekes, az az anyával való kapcsolata. Nehezen jönnek ki mindketten borzasztó erős egyéniségek, ami gyakran vezet konfliktusokhoz. Az egyik legerőteljesebb jelenet, amikor a lány kérdezi az anyját, hogy kedveli-e. Az anyja azt válaszolja, hogy persze, hogy szereti. Lady Bird erre kontrázik, hogy tudja, hogy szereti, de vajon kedveli-e, mint embert. A cselekményben pedig számos ez hasonló rész van, amik borzasztóan fajsúlyosak. A főhős és anyja kapcsolata azért érdekes még, mert kiválóan össze lehet kötni a lány és a város kapcsolatával se veled, se nélküled állapot, amiben a szeretet keveredik az utálattal, és leginkább azzal a közhelyjel, hogy akkor becsülsz meg valamit igazán, ha elveszted. A városról való mesélés, a művészet és a kultúra beépítése a történetbe kicsit a korai Woody ellent idézte nekem, Görvignek pedig minden esélye megvan arra, hogy ha nem is akkora, de hasonló pályát fusson be, ha így halad. Persze az még sokat kell fejlődni, mert a Lady Bird bár remek film, valahogy mégis többet szerettem volna kapni. Az elbeszélés mód, a sztori rendben vannak, de annyira megműkészült már a műfajban, akár a közelmúltban is, hogy nem tudott annyi újdonsággal elúkolni, mint vártam. A cselekmény szórakoztató, de ugyanazokat a sémákat vonultatja fel, mint korábban előtte sok más társa. Az egy tini lány naplója, vagy az egy külön srác fejezései pedig jobban megragadták a fiatalság miben létét, mégsem kaptak egy oszkár jelölést sem. Ezzel nem besmérelni akarom Görvig munkáját, mert abszolút tetszett, csak nem érzem indokoltnak a ráguló díjesőt. Ettől függetlenül minden Coming of Fégy film kedvelőnek, és igazából minden 15-16 év felettinek érdemes meglesni a Lady bird -öt. Tanulságos, életszerű, sokrétű, és képes nagyon mélyrásni a lélekben, és egy igen érdekes anyalánya kapcsolatot mutat be. Ezt megspékeli a pazar színészi játék, főleg Sorsi Ronan és Lori Metcalf játszanak szuperül, mindkettéknek teljesen jogos az Oscar jelölés. Szóval az egyik szemem sír, a másik nevet. Az Oscar kicsit felhápolta nekem a filmet, és nem kaptam azt a húha élményt, amit vártam. Vannak a zsánerben sokkal jobb és alul értékeltebb filmek, ugyanakkor mégis nagyon szerettem a Lady bird -öt. Talán, ha nem ilyen körülmények között találkozunk, szerelembe is esünk, így megmaradt egy kellemes emléknek. Lady Bird kétségtelenül fontos és erőteljes film, csak a cselekménye is tartalmazhatott volna egy kicsivel több egyediséget. Úgyhogy az értékelésnél is egy kicsit problémás vagyok, mert a 75%-ot keveselem, a 80-at már sokkal lom, úgyhogy maradjunk meg az arany közép után a kettő között, úgyhogy adok rá 78%-ot. Én ennyi lettem volna, tetszett a videó, akkor lájkolj és iratkozz fel. Ha láttad a filmet, írd meg a véleményed kommentben, aztán legközelebb találkozunk. Csátsz!